Szerdán délelőtt egy ünnepség keretében vehette át az iskola vezetősége a hivatalos oklevelet. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja először 2012-ben, majd 2018-ban nyerte el a kiváló német iskola címet. Az idei felülvizsgálatot követően pedig ebben a tanévben is kiérdemelte az intézmény az elismerést. Nagy öröm volt, de ez azzal is jár, ez kötelezettségekkel is jár, mégpedig azzal, hogy azt a fejlődést, amit eddig már megtett az iskola, ezt tovább kell folytatni, és már látjuk, már a vizsgálaton is elmondták a szakértők, hogy milyen irányban fejlesszük tovább az intézményt. Ebben természetesen benne vannak a legmodernebb pedagógiai módszereknek a még intenzívebb alkalmazása, a digitális tanulás eszközeinek az alkalmazása. Az értékelést ez alkalommal is több napos ellenőrzés előzte meg, amely során külföldi tanfelügyelők vizsgálták az intézményben zajló pedagógiai és kulturális tevékenységet. Volkmar Wenzel, Németország budapesti nagykövete kiemelte, a bajai két tannyelvű iskola minden területen kiemelkedően teljesített. Csak nem 140 külföldön működő német intézmény van világszerte. Minden iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi oktatásra, ezt a rendszeres felülvizsgálatok is igazolják, ahol különböző szempontok alapján értékelik az intézményeket. A bajai MNAMK ezen az ellenőrzésen nagyon jól szerepelt. Az intézményben a kultúra és a hagyományok ápolása mellett kiemelten foglalkoznak az élményalapú pedagógiával. Ennek eredményeként rendszeresen szerveznek külföldi tanulmányutakat, amely során a diákok iskolán kívüli foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket. A pedagógiai programunkban minden évben helyet kap egy berlini utazás. A 11. évfolyamosok minden tanévben több napot töltenek a német fővárosban. Ennek az a célja, hogy megismerik a város kulturális életét, politikai helyzetét, ezen kívül a látogatás során próbára tehetik magukat és a megszerzett nyelvtudásukat. Fogalmazott az iskola német igazgatója. A két tannyelvű intézmény a korszerű oktatás és a jövőbeli elismerések elnyerése érdekében több területen kíván fejleszteni. Folyamatban van az új sportcsarnok kiépítése, valamint az Ulmer Schachtelt magába foglaló tanösvény kialakítása is.